Itt a tökéletes törpfogó. De jó lesz kipróbálni. Működik! Pompás kis lábnyomkereső kerenék. Talán egy kicsit erős lesz, de ez szükséges hozzá. Különben meg majd vigyázok, nehogy túl puhára főzzem a törpöket. Manu ez itt. Hát hol? Itt. De helyes kis jószág vagy. Tetszem neki. Úgy látszik, nincs stílusérzéke. Hát ez meg micsoda ügyifogyi? Fogalmam sincs. Megfoghatom. Nem gondoljátok, hogy először törpapának kéne megmutatnunk? Nézd, mit találtam, az enyém lehet. Ez egy pamacs. Ügyifogyi, ez nem maradhat nálad. Vidd oda, ahol találtad. Mondtam, hogy először törpapának kellene látnia, de ti sohasem hallgattok rám. De törpapa is én olyan picike. A pamacsok mindig bajt hoznak. Vidd vissza. Igen, törpapa. Gyerünk, törpök, egy-kettő, hamarosan indulunk hazafelé. Sajnálom, kicsi pamacs, de itt kell, hogy hagyjalak. Nagyon csöndben kell maradnod, különben csúnyán lebukod. Ha-ha! Törpnyomok! Hamarosan odaérünk, cicus! Vajon hova tűnhetett ez a kis nyavajás? Aha! Azonnal gyere le onnan, te kis kik! Ja, maradsz! Sziám, jó! Oda néz! Jó úton haladunk! A gáthoz megyünk, és ott azonnal munkához látunk. Na, babacskám, gondolom megéheztél. Megyek vissza a dolgomra. Szia! Ebédszünet! Ahó, pamacska, megjöttem! Kicsi pamacs!
Hiába bujkálsz, én itt vagyok. Okoska! Okoska, okoska, nagyon nagy bajban vagyok. Ne haragudj, de éppen ebédelek. És ha nem tudnád, nem szeretem, ha evés közben megzavarnak. Látod, mások is esznek, tehát... Jaj, a házam! Ezek meg honnan kerültek ide? Az én házamból. Törpapának igaza volt, a pamacsok csak bajt hoznak. Törpenetesen mérges lesz, ha rájön, hogy nem fogadtál neki szót. Persze, hogy mérges lesz. Most mit csináljak? Azt nem tudom, de csinálj már valamit. Nézd! Az törpapa laboratóriuma. Szia, törpapa! Talán valami baj van? Baj? De hogy csak kész egy kis levest. Igen, kész. Már várja, adok. Vagy egy kis desszertet. Törpapa, ebéd után jót tenne egy kis séta, nem? Én még nem is ebédeltem. Mi a manó folyik itt, ügyifogyi? Há? Pamacsok, ügyifogyi! Figyelmeztettelek, hogy ezek bajt hoznak. Tudom, törpapa, igazán nagyon sajnálom. Ezek minden törpre tesznek. Szedd össze a pamacsokat és vidd vissza őket az erdőbe, eredj! Igenis, törpapa. Érzem, hogy egyre közeledünk, Siamiau. Oda néz! Na, mit mondtam? Még érezni a friss fűrész borszagát. Innen már nincs messze. Sics, te pamacs, menj már! A manóba? Törpilla! Egy megoldás van, el kell őket ijeszteni innen. Nézd, na nézzétek, pamacsok. Ajándékot hoztam nektek. Azt hiszem, mind itt van. Már épp ideje. Vigyük őket innen, ahogy törpapa mondta. Végre csend van és nyugalom. Törpapa! Törpapa! A pamacsok a gát felé indultak. Mi? Menjetek! Most drukkoljatok! Ilyen törpapa! Hurrá! Szedjétek össze őket még mielőtt fölébrednek! Na nézd csak, ezek a kis pamacsok tudnak élni. Törpapa, ezek kezdenek felébredni. Elfogyott az altatószerem, és arra már nincs időm, hogy újabbat keverjek. Remek törpnyomok sokasága. Előbb-utóbb úgy is erre tévednek ezek a nyomorult kis lények. Mi pedig készen állunk a támadásra. Vesztettünk, törpjeim. Úgy látom, semmit sem tehetünk. Meg kell fújnom a törpuját. A törp birodalom bukásának alkalmával. És mindez az én hibám. Hagyd már a magazasztal! Nem hallod, hogy hamis vagy! Hagyd már a magazasztal! Szörnyű! Folytasd csak nótat, a még hangosabban! Ki a manóba? Gyorsabban, te elbűvölted őket! Komolyan? Úgy látszik, nekik végre van ízlésük. De hát hová vigyem őket? Vissza az erdőbe, ahonnan jöttek! Hé!
Figyelj! Itt jönnek a törpicsekek, és undorítóan jó kedvük van. De ennek hamarosan véget vetünk. Megcsíptük őket! Megcsíptük a törpöket! Jaj! A súlyukból ítélve mind itt lehetnek. Törpapa mit fog csinálni azokkal a pamacsokkal? Nem tudom, ügyifogyi. Menjünk utánuk. Végre megkaparintottuk őket cicúsra. Mind itt vannak. Most nagyon fölbőzítettek engem ezek a töpörödött törpicsekek, de egyszer úgy is elkapom őket. Azért teremtettelek, hogy szolgálj engem. De rossz voltál. És most bosszút állok ezért. Nézd, törpapa nem tud többé megvédeni, mert megfosztottam a varázs erejétől. Ó, nem, nem! De igen, igen! Ne, ne, ne bánts törpapát! Ne vedd el a varázs erejét, ezt nem teheted! Nem, nem! Ó, micsoda lidérc! Mintha igaz lett volna. Meg is nézem, hogy jól van-e törpapa. Szép jó reggelt! Kérsz egy kis finom csokoládi pudingot? Ó, köszönöm, nem kérek. Nem láttad mostanában törpapát? Hát én... Ami törp? Mikor tanulod már meg, hogy nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk? Törpilla, ami pedig törpapát illeti, a laboratóriumában szorgoskodik, mégpedig mondhatom, 7 nappal látéve. Remélem, emlékeztek arra a mondásra, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. 15-ös számú kísérlet. Adj hozzá 6 csepp citromot és keverd össze. A törp iskoláját ez nem jött be. Ó, nem! Törpapa, nem esett bajod? Á, nem, törpilla. Minden rendben. És a robbanás, törpapa? Miattam, ne aggódj, kedvesem, és most már menj, mert nagyon sok a dolgom. Jó, már itt sem vagyok. Ez káprázatos cicus, varázslattal a fémet aranyjá változtatom. Hallod ezt, aranyjá! Gazdag leszek, gazdag, gazdag, gazdag. Lássuk csak, 1 gram kígyó méregre van szükségem. Igen, 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 igen. Napfelkeltekor pedig adjunk hozzá néhány felolvasztott törpök! De hát nincsenek törpjeim. Adjunk hozzá néhány felolvasztott törpöt. Lássuk csak, igen, az körülbelül 10 törpöt jelent. Megszerzem őket! Megszerzem őket! Csiribí, csiribá, rajta nőjetek! Törpök örömére nagyra kerekedjetek! Hé, már egyetlen perc nyugalma sem lehet sehol a törpnek. Valamit nem értek, kerti törp. Úgy tűnik, a gyors növesztőm nem lett törpéletes. Törpapa, kezd veszíteni a varázs erejéből. Törpapa veszít a varázs erejéből. Ettől a sok izgalomtól egészen elfáradtam. Na ide, nézd csak! Segíts! Egymás megvágat! Törpapa, segíts! Miután törpapa tökjei mind szétbukkadtak, azt hiszem, lidérc álmom sajnos valóra vált. Lehet, hogy törpapa azért feszít a varázs erejéből, mert öregszik. Öregszik? De hiszen még csak 542 esztendős. 542 éves? Akkor nem is öreg. Ki nem állhatom az ilyen nagy számokat?
Hé, azt hiszem, ebből remek kis torta lesz. Mi ez? Álom vagy valóság? Hé, mi a manó folyik itt? És csak a ragasztó. De csak kívülről, te kis butatörp. Hókuszpók? Már kettő megvan a tízből. Még egy ajándék. És ez még az enyémnél is törpösebbnek tűnik. Huszonhármas számú kísérlet. További fontos hozzávalók keresése. Na, nem látok semmit. Remélem ez jobb lesz. Magasságos törpegek! Szólnom kell a törpöknek, hogy elmegyek. Törpjeim sajnos legutóbbi kísérleteim nem jártak eredménnyel. Ezért el kell mennem a Kötfátyol hegyére, mert újabb gyökerekre van szükségem. Törpapa, kérlek, ne menj el! Ne aggódj, törpilla, visszajövök még mielőtt beesteledik. Ne, törpapa, kérlek, ne! Valami baj van, törpilla? Nem, dehogy, törpapa, csak gondoltam talán pihenned kellene. Pihennem, balga manóság. Jók legyetek, amíg vissza nem jövök. Munkára fel! Most mit akarsz velünk csinálni? Csak megnézem, hogy mennyit ér a súlyotok arányban. Micsoda, de hiszen ez csak 10 deka. Nekem 20-ra van szükségem. Pompásak a csapdáim, de így lassan haladok. Több törpre van szükségem. Gyorsan! Mihez fogjak? Ne izguljatok, törpapa úgyis megmegy minket. De törpilla nekem azt mondta, hogy törpapa kezd besíteni a varázs elejéből. Igaz, amit hallok? Hát persze! Köszönöm, törpicsekek! Mondhatom, hogy igazán remek ötletet adtatok nekem. Dam-di-dam-di-dam! Kizárólag törpöknek. Én ugye törp vagyok. Nézzétek, mit találtam! Ezt hallgassátok! Gyertek a vörös tölgyhöz, törpikék! Figyelemmel hallgassátok-e versikét! 4 törp érkezzen 1 óra alatt, különben törpapa varázs ereje megcsapanhat! Látjátok? Én mondtam, hogy törpapa kezd veszíteni a varázs erejéből! Igen, én láttam, mi történt a törpökkel. És repülő zöldséget támadtak meg minket. Csinálnunk kell! Csend legyen! Ki nem állhatom a csendet. Egyetlen dolgot tehetünk. El kell mennünk a vörös tölgyhöz. Ez a legkevesebb, amit tehetünk. Én itt nem látok semmit. Gyerünk! Azzal nem megyünk semmire, hogy itt kuporgunk. Nekem ez a hely nem tetszik. Törpapa azt mondta... Vigyázzatok! Nicsak, nicsak, nicsak. Hát mit látnak szemeim? Ez legalább 20 deka lehet. 20 deka törphús. Gyerünk, szia, miau! Aranyat kell csinálnom, de amíg találkozol erre koborló törpel, hát nyugodtan megeheted. Meg kell keresnünk törpapát. Ő biztosan tudná, mit kell tennünk. Talán. Remek, remek. Holnap pirkadatkor azonnal aranyjá változtatom őket, és gazdag leszek, gazdag, gazdag. Enni akarok, enni. Én bizony szívesen megadnám Hókuszpóknak a jussát bele a képébe. Remélem törpapa idejébe erről kerül. Erre jobb, ha nem számítunk. Tréfi, meneküljünk innen, de gyorsan. Na jó, de hogyan? Ügyi-fogyi, szerintem eltévedtünk. Ugyan, de hogy tévedtünk el. Csak fogalmunk sincs, hol vagyunk. Jaj, én lépteket hallok. Úgy félek. Ne félj, törpilla. Majd én megvédelek. Törpapa! Úgy megijedtünk! Hála a törpéknek, hogy te vagy! Törpilla, ügyi-fogyi, mi a baj? Megint Hókuszpók! Csapdába ejtett egy csomó törpöt!
Igen, és azt mondta, arannyá fogja őket változtatni. Arannyá? Van egy ötletem, de segítsetek. Gyertek a laboratóriumba. Most mi csinálsz, törpapa? Természetesen aranyat hókuszpóknak. Csak tedd, amit mondok, és nem lesz semmi baj. Jól van, törpapa, de azt mondod? Dicséretesen bátor vagy, törpilla. Veszélyes a feladatod, ügyifogyi, de én bízom benned. Miattam ne aggódj, törpapa. Nem sokára felforr a víz. Na, kíváncsi vagyok, melyikőtök fog először szétolvadni. Te leszel az? Júj, hogy az? Mi ez? Ez arany? Mennyi arany? Törpök, hol vagytok? Sziasztok! Számolj már, hogy törpök! Szabadíts ki minket! Kapj el, ha tudsz, Siamiau! Utánam, gyorsan! Arany! Egy egész aranyhegy! Siamiau! Utánuk! Kapd el őket! Törpilla, most! Egy napon még megfizettek ezért, nyomorult, töpörödött törpicsekek! Megfizettek! Ó, hókuszpók, oly simogatóak a szavaid! Hát ez sikerült. Néha sok kudarcot kell végigélnünk ahhoz, hogy végül is eljussunk a sikerhez. Ilyen, törpapa, hurrá! És kételkedhettem benned. Hát igen, mindig mondom, hogy az ember nem hihet el minden badarságot. Én aztán egy árva pillanatig sem hittem volna, hogy törpapa veszíthet a varázs erejéből. Ó, de legalább, ha kiszabadulok innen, gazdag leszek, Siamiau. Gazdag, gazdag, gazdag! Na így! Mi ez? Ez törpapa! Ez megint az ő műve. Ezt még megkeserülitek! Elkaplak benneteket! Persze, persze! Szia, Sügyi! Elkészül! Csak nem kezdenek nélkülünk? Hamar alig várom! Én is! Jaj! Hé, hová siettek? Nem akartok meglepetést? Gyere, siess! Ez esetben... Mégsem hagyhattam veszni hagyni egy remek kis meglepetést. Végre hallhatjuk törpapa új szimfóniáját. Azt mondják, csodaszép darab. Ez esetben én kettőt kérek. A zene, hami, nem sütemény. Á, de a zene igazi csemege a léleknek. És a lelkem is két darabra vágyik. És most következzék az új szimfóniám. 1, 2, H és... Elég, elég! Ez nem lesz jó. Nem tetszett a játékom. Nos, tudod, nem lehet előadni egy szimfóniát egyetlen trombitával, sokkal több zenészre van szükség. Mi is szeretnénk segíteni, törpapa? Csak nincsenek hangszereim. Törpöljetek ki párat. Semmi. A világon semmi. Évek óta kutatok az erdőben, és még mindig nem találtam meg azoknak az untó kis törpöknek a faluját. De nem adom fel, igaz? Siamiau? Siamiau! Gyere már le onnan, hát fontos dolgunk van! Hamikám, te miért nem készítesz hangszert magadnak? Készítek, törpapa, egy lábas dobot. Csak előbb ki kell ürítenem az edényt. Jól van, törpjeim, készen álltok? Igen, törpapa! Akkor 1, 2, H és... Törpegek, elkezdték nélkülem!
a baj? Úgy vélem, nem találtál el egy hangot. Igazán? Semmi baj, törpök. Kezdjük előről. Egy, két, há, és. Most mi van? No, tata, talán a hangszered rossz. Igen, hadd próbáljam ki. Semmi baja. Persze, hogy nincs. Talán jobban boldogulnál egy másik hangszerrel. Tessék, próbáld meg ezt. Remek. Megvan a megoldás, egy triangulum. Reménytelen törpapa. No, tata hamisan játszik. Lehetne ő a karmester, nem igaz, törpapa? Jó ötlet, törpilla. Egy és két és há és. Ez igazságtalanság, csak féltékenyek rám. Kinek van szüksége rájuk? Egyedül is épp úgy tudok játszani. Tessék! Jaj! Mi ez a borzalmas hang? Talán mennydörgés? Mintha egy sebesült sárkány üvöltözne, vagy egy dühös óriás kiáltozna. Hát ez egy tör. Hogy merték azt mondani, hogy hamisan játszom? Megbánják még, hogy kitettek a zenekarból. Ez az. Zseniális ötletem támadt. Gyorsan kell cselekednem. Mindenem megvan, ami kell. Hamarosan az összes dört a markomban lesz. Meggondoltam magam. Visszamegyek a faluba, és hiába könyörögnek majd, hogy álljak vissza a zenekarba. Majd azt mondom, hogy... Igen, Thomas. Te meg ki vagy? Ne félj tőlem. Aurora vagyok. A jó... Oj, de gyűlölöm ezt a szót. Tündél. Áruld el a leghőbb kívánságodat, és én teljesítem neked. Na, ki vele? Nem akarsz zen? Ha? Na, ja, gyerünk már. Zenész lenni? Ja, hogy az! Sajnos a törpiek nem szeretik a játékomat. Na most majd fogják. Hála ennek a különleges törpujának. Csodál zenét játszol majd. Ó, köszönöm, kedves jó tündér. Igyekezz, mutasd meg a kis barátaidnak. És most vezess szépen a falutokba. Hangszerem van? Jaj, ne! Már megint ő? Utálom a megintet. Ez itt? Egy varázstörpúja? Imádni fogjátok, hallgassátok! Mi ütött belétek? Ez valami vicc? Mi történt? Jaj, ne! Most már felkelhettek! Törpapa! Kelj fel, törpapa! Hé! Ez borzalmas! Meg kell találnom azt a jó tündért! Ha-ha. Engem keresel? Hókuszpók! Végre! Bosszút állhatok rajtatok! Mit műveltél a törpiekkel? Én? Semmit a világon, semmit. Te művelted ezt a különleges kis törpujáddal. Már csak tőled kell megszabadulnom, törp! Egy törp sem maradhat a földön. Meglepetés, te kis folyami patkány! Én is tudok úszni! Fuss csak nyugodtan, úgyis elkaplak! Nem menekülhetsz előlem! Már elkaptam a kis kék barátaidat, most te következel! Jaj, kamics ment a cipőmbe! Jaj, szúrni kezd az oldalam! Jaj, megörcsöltem! Meghúztam a nyakamat! Jaj! Megfájdult a gyomrom! Jaj! És a fejem is! Jaj! Ez közel volt. Jobb lesz, ha visszamegyek a faluba. Az az undok kis vakarék túl gyorsan fut, de nem számít.
Biztosan visszament a faluba, amiről már pontosan tudom, hogy hol van. Egyenesen előre, aztán jobbra, vagy balra, aztán megint jobbra, és megint... Jaj, ne! Eltévedtem! Gyűlölöm a törpöket! Gyűlölöm őket! Gyűlölöm! Kérlek, Törpilla, térj magadhoz! Rajta törperőz! Ébresztő! Ami, nézd, mi van itt! Torta krémmel és meggyel a tetején! Jaj, semmi értelme, semmi sem működik! És az egész ennek a törpujának a hibája! Várjunk csak! Mivel a varázsige hókuszpóké, biztos csak ő tudja visszafordítani! Ne aggódjatok, visszatérek! Kígyók, ketrecek, mérgek, annyi csodát állítok, hogy az azundok is törpicsek biztosan nem menekülhet el előlem! Jaj, ne! Várjunk egy percet! Állj! Meg kell találnom a könyvet a varázsigével! Te kis vakaré! Na most meg vagy égre! Vagy talán mégsem! Nem hallak, de azért még látlak! Eltaposva te! Összetörlek! Kilapítalak! Végzek veled! Előbb vagy utóbb elfogja a levegőt, és akkor az enyém... Ahogy! A mindenit! Milyen hosszú farönk ez? Én elveszítem az egyensúlyomat! Oly! Mit szólnál egy kellemes kis dallamocskához, hókuszpók? Ne, kérlek, ne! Könyörgök! Mehet? Kettőre kezdem? Ne, kérlek, könyörgök! Ígérem, soha többé nem leszek gonosz! Esküszöm! Nos, törpapa szerint nem szabad bántanunk azt, aki megadja magát, úgyhogy... Nem! Aha! Mágikus hangszerek varázsigéje! Itt is van! Varázstörpuja! Jaj, ne! Nincs ismert ellenszere! Te átkozott varázstörpuja! Szegény barátaim, semmi sem segíthet rajtatok, mindent megpróbáltam. Már csak egy dolog maradt hátra. Játszom nektek egy utolsó nótát az emléketekre. Aj, elég! Hé, felébredtél? Na, ez a hang a holtakat is felébreszti. De akkor megtaláltam a gyógyírt. Mondjátok már, mi történt? Az egy hosszú történet lenne, törpapa. Minden akkor kezdődött, amikor... És Hókuszpók jó tündérnek adta ki magát. Igen? Ó, tata, hálásak vagyunk neked. Így minden jó, ha törp a vége. Most pedig folytathatjuk az előadásunkat. Remek, újra hangoltam a trombitámat. Engem is hagytok játszani, ugye? Nos, ha már itt tartunk... Tudod, mi nem mondhatunk. Nem mondhatunk nemet azok után, amit értünk tett. Nem igaz? Törpapa, miért nem? Ügyi, na hát, ez egy remek ötlet. Papa, mit fogunk csinálni holnap a törpnapon? Nem tudom, de valami törpöset kell kitörpölnünk erre az ünnepre. Rendezzünk talán felvonulást. Utálok felvonulni. Akkor legyen tűzijáték. Utálom a tűzijátékot. Rendezzünk estet a zenekarral és táncoljunk. Utálok táncolni. Se felvonulás, se tűzijáték, se tánc. Akkor mit csináljunk a törpnapon? Ki nem állhatom a törpnapot? Azt mindig is tudtam, hogy Dulifuli igen mogorva természetű, de hogy ennyire kőszívű legyen. Tudom már, hatalmas tortát készítünk. Hogy ez nekem nem jutott eszembe?
itt a liszt. Itt pedig a tej. Pálya, érkezik a méz. Nézzük csak, liszt, tej. Ügyifogyihoz mézet. Hoho, csak éppen tojásunk nincsen. Figyelj, szíjegyelú, zseniális tojásom legújabb eredménnyel. Egy varázstojás. Ide teszem, hogy gyűjjön, és aztán csak rá kell egyet ütnöm, és minden, amit kívánok, egyszerűen valóra válik majd. Képzeld, mi mindenre leszek képes. Retteghetnek azok a kis nyavajás törölcsöket. Hókuszpók! Melák éhes! Ó, a nyavaja törje ki. Csorosan, cicus, be a kamrába! Melák enni akar! Melák imádja a csemegét! Nyam, nyam! Melák imádja a tojást! Túl forró, késő veszem meg. Te jó ég, elvitte a varázstojást. Szia, miau, vissza kell szereznünk. Melák szúnyókál egy kicsit, majd késő veszem tojást. Menjünk oda! Olyan buta ez a nagy mablasz, hogy... Miért vetted el a tojásomat? Segítség, szia, miau! Segíts már! A tojás! A tojás elgurult! Egyetlen tojást sem látok. Pedig tojás nélkül képtelenség törpnapi tortát sütni. Valahol csak találunk egy párat. Törpapa azt mondta... Ez meg mi? Szerintem csak egy tojás. De még mekkora tojás? Ezzel aztán olyan törpös tortánk lesz, mint még soha. Utálom a tojást. Hol a tojásom? Melák a tojását akarja! Ez Melák! Ó, ő olyan nagy és félelmetes! Gyerünk erre! Melák a tojását akarja! Magasságos törpeket pont erre jön! Melák éhes, tojást akar! Elment, indulhatunk! Jam-jam! Ó, hókuszpók! Hókuszpók! Valahol itt kell, hogy legyen az a tojás, szia, miau! Hol van Melák tojás? A tojásomat akarom! Tűnjük innen, szia, miau! Mentek már? Igen, vigyük a tojást haza a faluba, gyerünk! Oh, úgy félek, hogy az a gonosz hókuszpók és Melák vissza fognak jönni. Jaj, bár csak már a faluban lennénk. Hé, hogy kerültetek ide? Tényleg, hogy kerültünk ide? Már visszatértetek? Ó, törpekek, honnan szedtétek ezt a tojást? Hogy kerültünk ide? Nem is tudom. Törpila azt mondta, hogy törpehát elment. Csönd legyen! Tortát kell sütnünk. Adj egy kanalat. Tessék, törpapa. Ez kőkemény. Miféle tojás ez? Nézd csak rám, törpapa. Kolbász legyek, ha nem tudom széttörni ezt a tojást. Kolbász vagyok! Segítség! Kolbász vagyok! Ez tényleg kolbász lett! Mondott valamit, aztán a tojásra ütött, és... Há, megvan. Ez a tojás varázstojás! Jé, varázstojás! Utálom a varázstojásokat! Gazdag akarok lenni!
rózsaszínű színű kékvirágos akarok lenni. Egy nagy hordó áfonya sörpöt akarok. A világ legjobb törpújása akarok lenni. Legyek olyan, mint törpapa. Én is törpapa akarok lenni. Nem, én akarok törpapa lenni. Én törpesebb vagyok. A manóba. Ennek gyorsan véget kell vetnem. Ez nem igaz. Én változtam előbb törpapává. Nem igaz, én. Én vagyok a legtörpesebb. Én vagyok az igazi. Mi ez? Majom legyek, ha te vagy törpapa. Most évek, Lusti. No, várj csak. Változ rondaképi manóvá. Jaj, nekem, hova lett a gyönyörű orcám? Te pedig változ óriás fülű, hosszú farkú, szőrös törpé. A manóba. Véget kell vetnem ennek a balgaságnak, ez a tojás szörnyé változtatja a törpjeimet, és senki sem fog rám hallgatni. Meg kell tőle szabadulnunk, még mielőtt végzetes bajt hoz. Rejtsük el a tojást, és akkor továbbra is teljesíti kívánságainkat. Jó, és akkor csak a miénk lesz. Eltűnt. Oh, na majd mindjárt kitörpölök valamit. Á, szia, törpapa. Törpapa. És még egyszer törpapa. Te meg mit csinálsz itt, ügyifogyi? Te vagy a földkerekség leghatalmasabb törpje. Mi történt velem? Jaj, meneküljünk! Hé, mi van veled, törpilla? Mi mondta is, hogy te zsugorodtál? Törpapa! Törpapa! Ellenszer, ellenszer, itt kell lennie valahol. Törpapa! Te jó ég, te nem is törpapa vagy. Akkor meg mit keresel itt? Ah, törpapa nem örülne, ha itt látna. Tűnj innen, de gyorsan. Menj! Menj! Melák tojása! Melák most nagyon boldog. A törpök visszahozták a tojást. Gyere már le onnan, te rondaság! Törpapa bármelyik pillanatban megérkezhet. Lássuk csak, mi sül ki ebből. Na, megállj te! Mit fog ehhez szólni, törpapa? Ó, oh, törpapa! Na hát, én azt hittem... Indulás, törpilla! Meg kell keresnünk a varázstojást, mielőtt még több bajt hoz ránk. Jaj! Valahol erre kell, hogy legyen az a tojás. Szia, miau! Megtaláltam! Szia, törpapa! Szia, törpapa! Törpes nap ez a mai, igaz, törpapa? Halljam, hol van a varázstojás? Gyere arra, velünk, törpapa. Gyere, siess már! Megmutatjuk velünk, neked! Gyere, gyere, gyere! Gyere, siess! Szia, miau! Végre megvan a varázstojás! Most végre örökre elpusztíthatom azokat a töpördött törpördögöket. Na, mi legyen az első fogás? Az előtte két kövér törp legyen. Két kövér törpöt tányérod. Mi ez? Törpöket mondtam, mik ezek az undormányok? Mi undormány? Aki mondja! Varázstojás, varázsold ezeket, törpé! Ne, varázsold ide a törpkerekség leghatalmasabb törpjét! Elmondaná már valaki, hogy mi a manó folyik itt? Jaj, meneküljünk! Szia, törppapa, szeretném, ha... Egy szót se többet, ügyifogyi! Varázstojás, változtass mindent vissza olyanná, amilyen volt. Mindazok után, ami ma történt, már csak egy kívánság van hátra. Ó, már megint kívánni akarsz valamit? Mivel önző módon és nem törpökhöz méltóan bántatok a kívánságaitokkal, azt akarom, hogy e varázstojás eltűnjön, és soha ne kerüljön a szemünk elé.
Örülök, hogy ezen is túl vagyunk. De egy biztos, erre a napra sokáig fogunk emlékezni. Nézzétek, mit találtam, törpös darab, igaz? Mi ez? Hurrá! Megint kívánhatunk valamit! Újabb varázstojás! Egy-kettő, azt akarom, hogy... Beugrottatok! Mindjárt készen vagyok. Szia, miau! Ide nézz, cicuskám! Zsenialitásom határtalan! Figyelj csak! Jaj! Persze! Ez olyasmivé változtat, aminek a törpök nem tudnak ellenállni. Há, ezek ávonyabokrak. Itt fogom őket kelepcébe csalni. Még néhány cseppet ide magamra öntök. A csecsemőknek van ilyen hangja, de hogy kerülhet egy törpicúr az erdőbe? Ó, törpedek! Ez egy törpicúr! Honnan a manóval kerültél te, de mi? Biztosan éhes vagy, te kis árva. Hazaviszlek, és meglátod, finom áfonya papit kapsz tőlem. Ha-ho, törpök, ha-ho! Nézzétek, mit találtam! Ó, egy törpicúr! Honnan jönnek a törpicúrok, okoska, he? He? Tudod, a törpicúrok származási helye, hát ez nagyon buta kérdés, ügyifogyi. Nézzétek, ugye milyen bájos? Szerintem egyáltalán nem bájos. Szerintem se, sőt, kifejezetten ronda. Dehogy ronda, okoska. Szerintem inkább karakteres az arca. Az biztos, hogy nem olyan törpös, mint én, de azt én is elismerem, hogy karakteres az arca. Szerintem aranyos, úgyhogy készítek neki valami meglepetést. Ki mondta azt, hogy meglepetés? Hozok egy kis áfonyalekvár. Én pedig takarót. Én hozok virágot. Ki nem állhatom a törpicúrokat? Mi? Piki-piki-pi. Gyerünk, törpicúr, itt az alvás ideje. Készítek neked egy kis áfonyaszörpöt, jó? Áfonyaszörpöt? Szia, törpicúr. Nézd, mit készítettem neked. Ugye milyen törpös? Aludjál, édes, csicsikáljál már, állod szívegen. Ne sírj már, na, na, jól van, na, várj! Felgyorsítom a sebességet. Sia, törpicú, jaj! Hogy állítsam meg! Tortát sütöttem a picúrnak! Jaj, ne! Mit csináltak, nyomorult? Vagyis... Nézzétek! Úgy látom, ízlik neki. Tehát, Dulifuli, ez a törpicúr nagyon ismerős valahogy. De nem értem honnan. Gili, 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 gili. Ne nyúlj hozzám, te undorító! Vagyis... Na, majd eszembe jut. Menjünk, Dulifuli, a picúrnak pihennie kell. Mit hiszik ez a picúrka? Nem, nem, nem szabad, ez nem jó. Fúj! Olyan szaga van, mint a méregnek, és szegény törpicúr majdnem megitta. Mit csináltál, te nyomorult? Vagyis... Go, go, go.
törpicúrok, törpicúrok, és semmit sem írnak róluk. Féreg eszencia! Pillanatokon belül átáltozom a jó öreg hókuszpókká. Mi ez? Hé, van itt valaki? Mi a manó folyik itt? Hát ez meg mi? Vajon ki tehette ezt? Úgy emlékszem, bezártam a szekrényt. Talán legurult a polcról. Valami más kell kitalálnom. Ó, mi ez? Aha, ez a ritka kaktusz betonikus. Örjítően gonosz ötletem támadt. Dam-di-dam, dam-di-dam, dam-da-da-da-da-dam, tatam-di-la-dam. Jó reggel, törpojáca! Nem hallott, köszöntem neked. Bizony nagyon nagy udvariatlanság, ha a törp nem viszonozza valaki. Mi van veled? Egy, kettő, három. Hallottad, mi történt Okoskával és törpojácával? Képzeld! Jaj, ez kővé vált. Mi a manó folyik itt? Nem tudom, de én nem kérek belőle. Következő versem címe Oda a kővé váláshoz. Csend honol itt, ne se hallik. Nincs már ihletem, inkább máskor folytatom. Törpapa, szörnyű dolog történt. Mi baj van, törpilla? A törpök egyszer csak elkezdtek sorban kővé válni. Kővé? Hű, a manóba is hol van törpicú? Nem tudom, sehol nem találom. Gyerünk, ennek a végére kell járnunk. Szegény törpjeim. Vigyük őket a laboratóriumba, ott kitörpölök valamit. Amanó mindenit. Itt járt valaki. Jaj, ez nem lehet a kaktusz betonikuson. Ettől vált a kővé a törpök. De ki lehet a bűnös? Utálom a kővé vált törpöket. Jaj! Meg a száguldó talicskákat is. Ez meg mi? Ha ez így folytatódik, akár évekbe is telhet, amíg ezek itt mind kővé válnak. Fel kellene robbantanom őket. Aha, felrobbantom őket. E falu hamarosan a föld színével lesz egyenlő. Pontban 7 órakor az örök sötétség köszönt majd a Praja falvára. Na, már megint ez a szörnyű liba. Picurka! Hé, mi ez? A törpicúr. A te meg mit csinálsz? Porrá lesztek mind undorító kis józágaim. Hókuszpók! Jaj, segítség! Igen, ez lesz. Törpapa, eltűnt a kicsi. És mi lesz, ha baj esik? Csak ezt találtuk. Gondoltam, hogy ő volt. Igen, ő a ludas mindenért. De hiszen olyan picike. Ez nem is törpicúr, hanem hókuszpók. Hókuszpók? Minden törpnek jutott az ellenszerből? Azt hiszem, igen, törpapa. Már nem tart sokáig. Hallottad, törpapa, azt mondta, hogy... Hallottad, törpicúr hókuszpók. Jaj, tényleg? Oda a kővé váláshoz. Lusti, törpapa!
Törpapa a picur bombát rejtett el. Bombát? Ezt komolyan mondod? Hosszan a kutban. Törpikék, még néhány perc és kampec. Nem léteznek többé. 3, 2, 1, 0. Nem értem, mi van ezzel a bombával. A fránya vigyel, hol a bombám? Jaj! Utálom a törpöket! Minden jót, Dokus Pók! Ó, oh, mindenütt jó, de a legjobb apám. Ó, oh, hagyd békét, te macska! Szia, miávú, olyan buta vagy, én vagyok az Hókusz Pók. Te viccel. Oh, ott van az ellenszerem. Jaj. Na, mi van most, meg mit bábolsz? Szia, miávú, megőrültél? Megtámadsz engem? No, de se baj. Legalább már nem úgy nézek ki, mint azok a kékségek. Kész hány inger? Hol lehet az én bal szerencse talizmánom? Nem találom, pedig úgy emlékeztem, hogy ide tettem. Hol lehet?